Na, csácsomi csőtészt a csokoládés. Szevasztok, gyerekek! Kapásból. Mit kellene csinálnunk? Ugye folytatódik a sorozat először is. El kellene adnunk nekünk a babot. A babot mennyire... Ó, 1500-ért veszik, megy lefelé az ára. Központi gabona elevátor. Nem baj, mivel nem akarok pörgetni az idővel. Kénytelenek vagyunk, el fogjuk adni 1500-ba. Központi gabona... Azt merre van, gyerekek? Mondjátok nekem meg. Hú, hát ez nagyon közel van, úgy látom, erre elfordulunk, és akkor már oda is jutunk. Szuper, 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 szuper. Jó. Nem várunk, nem várunk. Tudom, hogy lehetne ugye üzérkedni, meg kellene akkor siló elrakni, nem elraktározni most. Nem akarok pörgetni ezt se az időben, nem akarok szórakozni ezzel, hanem egyből eladjuk központi gabon elevátornál. Nagyon sokat fogunk érte kapni, ugye? Nem is tudom, mennyi volt? 1400. Ha 1400, akkor ugye 21 ezer liter, az körülbelül olyan 30 ezer pénzt fog érni. Úgyhogy fölfele megyünk. Szépen. Jó lesz az nekünk. A... Mit is akartam még ezzel kapcsolatban mondani, srácok? Júj! És egyébként ez még mindig a mi földünk, nézzétek, a 7-es. Eddig tartott megkerülni, és még mindig itt megyek mellette, 7-es föld mellett megyünk végig, nagyon kajak. Itt van ugye egy földes út, és itt következik a következő már. Szóval baromi nagy. Nagyon tetszik. Jó. Ujj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 
Na, ugye ide kell elhordanunk. Erről beszéltem, hogy az is egy nagyon lényeges dolog, hogy központi, frekventált helyen legyen a földed, a kezdőföldet, mert ne kelljen már főleg lassabb gépekkel, kisebb gépekkel, ugye azzal rendelkezel az elején, olyan nagyon messzire hordani. Na, 42 ezer gyerekek, és én úgy érzem, hogy nem is tudom, mekkora részét csaptuk le ennek a földnek, itt vissza tudok menni, itt a földút, rá kanyarodok, ez nem az én föld, nem amin megyek, de itt van egy földes út, és itt ez már a miénk. És akkor rá is tudok nézni gyorsan, hogy hányadát arattuk le a földnek. Hát, srácok, én azt mondom, hogy legalább... Hát egy háromszor ennyi még vissza van. Tehát akkor háromszor ennyi, 30 ezer jött le eddig, akkor még le kell jönnie egy ilyen minimum 80-90 ezernek erről az egy földről. Szóval ez a föld mennyibe is került? Számoljunk egy kicsit. Ez a föld került 600 valahány ezerbe? Hogyha lejön belőle csak összesen 100 ezer környék, akkor már csak 500 ezerbe került. Úgyhogy azt is érdemes megnézni, mi van a földön, mert ugye ezt nekünk nem kellett elvenni, ezt nem kellett vele semmit csinálni, és már mégis a tiéd lett. És ez gyakorlatilag a föld értékéből már le is jött. Na, 42 ezerünk van, úgyhogy simán fel tudjuk tornászni első körbe is magunkat egy ilyen 100 ezer fölé. Hogyha még egyszer ezt levetjük, akkor minimum le fog jönni még egyszer egy olyan 100 akárhány ezer, főleg, hogyha nagyon frankon meg lesz minden művelve, esetleg gyom se lesz rajt. Igen, és... Ja, valamit elfelejtettem, igen. Ja, ezért el kellene indítanunk ugye a vetőt. Most már talán annyira nem fogja utolérni, bár azért még valószínűleg, hogy igen. Ha olyan szituáció van, hogy van szabad kapacitásod dolgozni, akkor mindenképp azt javaslom, hogy olyan géppel dolgozz, ami nem igényel magot, meg ilyesmi, mert ugye akkor nem kell elfutkoznod érte, hanem inkább akkor mondjuk paras. Mert ugye az nem plusz alapanyagot nem emész fel. Ugye inkább a dolgozó azt csinálja, ezért csinálja mondjuk a vetést, ami ugye akkor nem kell elmaszkálnod alapanyagért. Próbálom beállítani egyébként ezt pillanat. És akkor hadd menjen. Inkább picit rálógatom. Mi jó? Oké, hadd menjen. Mennyi tesó? És a kombány, hát azt is átvegyem. Így előre nem veszem át. Ja, még akartam egy dologról beszélni. Ugye a bérmunkáról. Ebben a játékban is van bérmunka. Erről szeretnék valamit mondani. Egy az, hogy baromira megváltozott ebbe a játékba. Nem valószínű, hogy érdemes megcsinálni. Nézzük meg egy egyszerűt. Mondjuk a 14-es földnek a betakarítását. A 14-es mezőt egy az, hogy be kell takarítanod, utána el kell szállítanod a fonóüzembe. Hogyha neked nincsen ilyen cuccaid, ugye nincs például ez a valószínűleg, hogy mi van gyapotva rajt, akkor kell bérelned. Itt van, hogy ha bérelj,
Vagy ha saját felszerelés, ha van, ne ugye nincs, akkor úgyhogy bérelni kell. Ha megnyomom izét, a bérlés, akkor ugye 234-re kevesebbet fogunk kapni. Tehát akkor 1000-be. 1000-et fogunk kapni. De ráadásul ez a 14-es terület, nézzük meg, hol a 14-es területünk. Itt van a 14-es terület. Ha még nyomod a bérlést, vagy akár hogy a te a gépeiddel, nem fogsz oda teleportálni, hanem a boltból el kell cülölnöd mindent. Mindent. És utána le kell aratnod, utána el kell vinned a cuccokat. Ez 1000-ért. Egy 1000-et fogsz kapni, egy mondjuk egy minimum fél órás munkáért. Mutatok rosszabbat. Tényleg sokkal rosszabbat. Nagyon gyorsan. Mert nagyon érdekes dolgok vannak itt. Én nem is tudom, hogy ezt hogy gondolták a készítők. Mondjuk mutassuk a vetést. Itt van, hogy használj saját felszerelést, vagy pedig bérelj, és akkor ennyivel csökken a pénzed. Tehát akkor mondjuk fogsz kapni 6000-et, ugye? Körülbelül. Azért, hogy le fogod vetni azt a területet, ami a hatos terület, amit nézzük meg, hogy melyik a hatos terület. Hatos terület, nagyon kicsi. Nem kicsi gyerekek, el fogsz vele mókázni egy darabig. És ráadásul, ugye meg ki kell bérelned a cuccot. Hol volt? És ráadásul neked kell megvenned a magot. Komolyan. És nekem konkrétan volt olyan, amikor megpróbáltam egy permetezést, és 1000-valamennyibe került nekem a... vagy annyi 1100-at kaptam érte, és ugye drágább volt a permetszer, mint a munka. Úgyhogy mondom, what the fuck? Meg ráadásul nekem kell oda mennem. Nem, gyerekek, ne csináljátok. Nagyon szar. Nem érdemes. Régebben érdemes volt, most már nagyon nem érdemes ezt csinálni. Úgyhogy tényleg ezt hanyagoljátok, hogyha gond... nem vagytok mazoisták, vagy nem tudom, akkor nem érdemes ezt csinálni. Viszont nagyon gyorsan akarok még valamit mutatni nektek, hogy miért is jó még a hetes föld. Ugye... Van olyan, hogy ugye meszelés. Meszezni kell a földet időszakosan, azt is ugye valamikor kell. Viszont ugye ott is akkor raklapos áruból meg kell venned ugye a meszet. Ami megint nyugos, ugye be kell tölteni ebbe, már el kell mindig menni a boltba, fú, nem szereted, gondolom te se. Vagy pedig felpakolod valamire a magok, vagy a izéket, a messzes ládákat, ugye, a zsákokat inkább zsáknak nevezik, csak egy ilyen kereten vannak. És nem tetszik neked, nem szereted, én sem szeretem, hidd el. De viszont van itt, ugye hetes mellett, itt van a, nem is tudom, a biogáz, ugye itt vannak a bunkársilók. Van itt egy ilyen tartály. És most ugye ebben nem fogok tudni messzet tölteni, mert ugye van benne. De hogyha ide állsz, és nyomsz egy erret, olyan eszközzel, amivel tudsz messzet szórni, akkor megtölti. Úgyhogy nem kell folyamatosan elmenned a boltba. Úgyhogy és ez a hetes terület mellett van. És ugye a mészről ezt lehet tudni, hogy baromira gyorsan tud fogyni. Szóval nem tudom, erre a földre szerintem ugye ilyen bővítmény nélküli legkisebb szóróval szerintem egy 5-6-ot rá lehetne verni, hogyha a bolthoz kell elfutkozni mindig és messzebb zsákokat venni, akkor szerintem a bokáját lefossa az ember, amire ezt megcsinálja. És azért választottam én bővítmény nélkülit, se magasító, se semmi, se meg a legkisebbet, mert egy az, hogy ha én csinálom, barha közel van, egyből meg tudom tankolni, itt. Ha gép csinálja, akkor meg alapban nem is használódik belőle, tudod. Hogyha messzezni kell, most ugye természetesen a izé van benne a trágya. Trágyát ugye nem tudsz tölteni itt, de viszont gépi munkásra fogom csináltatni, így nem fog elfogyni belőle. Jó, megy ez mind az ágyba szarás, szerintem a pótkocsit azt lassan vihetjük, mert meg gondolom. Jó, fölmegy, lemegy, aztán visszük a pótkocsit neki, aztán akkor ilyen a pénzgyűjtési van. 41 ezrünk van, hát igen, tudom, hogy fogyasztanak a dolgozók, közben meg állok, de esetleg a kombájnon tudunk spórolni, egy kicsit a kombájn rettenetesen keveset, kevés bérköltséggel dolgozik, szóval annyira nem fogunk sokat nyerni rajta. Fölmegyek a póttal, úgyis lefele kell jönni, azt lehet, hogy viszont egy kicsit a kombájnt gondolom, írjátok, hogy hát azért annyira oké, hatékonyak vagyunk, de dolgozhatnék én is. Ugye? Már biztos írtáltak. Tetszik egyébként. Maga ezekkel a modern gépekkel, pont ez a fent az nem annyira modern, de viszonylag. Ezekkel ugye egész kellemesen el lehet játszani ezzel a játékkal, ez a 19-el.
Vannak nagyon jó újdonságok benne, újítások. Na, ilyen fenes látszok, akkor kikapcsoljuk a Mylowance-t. Skeeper is arat egyet. Ezer. Jó. Hát, nézzük már meg. Hát a fele megvan a földnek, szerintem. Itt egy kicsit kiszélesedik. Hát igen, a felével meg vagyunk. Úgyhogy megvan a fele a földnek. Szuper, szuper. Boldogok vagyunk. És ugye egyből már el is van vedve, szóval időt pörgetünk, átküldjük rajta egyszer a izét. Lehet, hogy a kis székony kerekeket érdemes lenne. Mi volt ez a villanás? Valami megcsillanik, vagy mi a szar? Azt hittem villogó, de szerintem nem. Hát mi az? Jó volt ez. Nem tudom, mi villant. Tükör vagy... A rossz sem tudja, gyerekek. Hajnalodik, kiugrom az ágyból, a barátom már vár rám. Merő mackó, nem tudom tovább a szöveget, fickó. A gépi munkás jobban megfordult minden. Nagyon sanda gyanú, megakadályozza meg SD, ne szóljál be tesó. Vissza a kormányzás egy kicsit lassú. Gyorsuljunk, nyerek. Nem mennyibe húzod azt a vetőt. Ja, jó az a vető, egyből van mizéve trágyázva, ugye. Nagyon, nagyon jó. Egy gyakorlatilag ilyen vetőt érdemes venni, mert most ugye le kéne kultiznom, utána le kéne trágyáznom, utána le kéne vetnem. Szóval három munkafolyamatot egyből meg tud csinálni. Viszont azzal vigyáznom kell, le kell állítanom a föld végén a csávót, mert el fogja vetni a izét is. Még le nem aratottat, szóval, sőt át is ülök belé, és akkor majd lekapcsolom ott. Nagyon-nagyon szuper. Gyomosodást, azt nem tudom, hogy kell megszüntetni, őszinte leszek. Úgyhogy a gyomosodással egy kicsit bajok lesznek. Azt majd átnézem. Én közben már megtelt a magtár. Megnézzük ezeket a gyomokat, ugye ezt én nem használtam eddig. Abszolút, hát ez valószínűleg, hogy valamilyen permetezéssel tudjuk ezt megszüntetni. Ha izére gondolkozok a kisfentre, lehet, hogy szűk kerekeket fölküldünk. És akkor kevésbé fogja kigyalgulni a izét, cuccokat. Na jó, hát itt, akkor ez itt álljon meg. És annyit viszont kell csinálnom, hogy... Ha nem kéne póttal, nem tudom leére. Nem kéne póttal, pont eférnénk még. Jó keresünk ezen a földön. Ja, ugye, ó, hát ez mit csinál? Ó, na mindegy, én meg ezt kitűprom, hát már még egyszer ne kell érizélni. Szóval hadd ne arassuk le, mert vadul meg a keeper akkor. Kicsit eltért az iránytól a segítőnk. Na, gyere még előbbre, tesó. Szép, jó, jó, szép munka ez. Kicsit ugye bele is pörgethetnék, de nem nagyon akarok. Mivel nem megy az idő, így még mindig valószínűleg ugyanoda ott lesz a... legtöbb, 1400, igen, 1500, jaj, de jó, jaj, de jó. 40 ezdünk van. Most ugye biztos írjátok, vegyél nagyobb traktort, vegyél nagyobb kombányt, nem. Ez most ez a... Ez a konfiguráció, ami itt nekem van, ugye ez a traktor, ez a vető, ez a combine, ez így pont passzol. Ezek egy tök jó passzolnak egymással, a vető egy kicsit még nagyobb is, mint a combine, kellene lennie. Remélem jó fele fordulsz. Jó fele fordul, jó. Teljesen jó, ennek így kell lennie. Valószínű, hogy a legelső dolga, amit fogunk nagyobbat menni, az inkább a combine lesz. Vagy pedig nem tudom mennyire fog itt az a baj, nem tudom mennyire viszi el a nagyobb vágóasztalokat, úgyhogy ezeket ki kell próbálnom. Mindenképpen.
esetleg egy nagyobb vágóasztal erre a kombájnra, de hát akkor már lehet, hogy inkább egy nagyobb kombájn is érdemes. Jó, hát ez van, srácok. Egyenlőre, itt meg pipacs, meg minden van benne. Jaj, de jó néz ki ez a pipacs. Ja, ezt gyorsan átnézem. Ugye van az info panel, ehhez most így hozzányúlunk. Betakarít gyökér, növények, gyapot, termény javítása. Szór ki műtadirát kétszer. Szór ki messzet minden harmadik betakarításnál. Ja, hogyha nem, nincsen gyomlálva, akkor mínusz 20%. Száncsa, kukorica, burgonya, cukorrépa és cukornál rödenkömbben mínusz 15%. Jól van, srácok, akkor ezt így tudjuk. Gyomlálás, azt írja, gyomlált ki a kártékony növényeket, különben mínusz 20%. Úgyhogy tudnánk ezért is csinálni, gyomlálást. 65%-os termésbozan bónuszt tudunk elérni, és 35%-os tudunk bukni, hogyha nem csináljuk meg a szántást, és nem lesz nincs ki gyomlálva ez a kettő, ugye. Szóval akkor, ez a gyomlálást, ezt meg kéne nézni, és a kiskerekeket valószínűleg fel kéne raknunk a gépre. Nézzük meg a gyomlálókat, hogy ez hogy működik. Gyomlálók. 45 000. 15,2 méteres, kell egy 120 lóerős traktor neki, szerintem ez teljesen frankó lenne. A gyomlála kinyomja a veteményt, javítja a szántóföld állapotát, csak a növények első növekedési szakaszában használható. Jó, akkor azt kell csinálni, a gyomlálást megcsináljuk az első növekedési szakaszba, és megcsináljuk az első növekedési szakaszba. Igen, úgyhogy akkor a fentet át kell alakítanom. Veszünk egy gyomlálót. A legnagyobbat természetesen, ez nekem szerintem tök jó lesz. Vásárlás, és akkor átalakítjuk a fentecskénket. Jó, ezekbe még fér. És megpróbáljuk a maximális hozamot lehozni egy földről. Na. A fentre rárakjuk a legszűkebb gumikat. Hordani terményt úgyis tudunk, viszont kevesebbet fogunk kitaposni, úgyhogy ez teljesen jó lesz. Jó, oké. Nagyon-nagyon tökéletes. Várjatok? Ezt nézném. Várjatok, ezt meg akarom nézni, hogy erre nem lehet szűk gumikat rakni. Mutrágya Technology-ra. Konfiguráció. De lehet keskeny gumit, úgyhogy erre is kell keskeny gumi, gyerekek. Elvisszük ezt is, jó? Úgyhogy megcsináljuk ezt is. Az elején meg lehet, hogy el tudjuk hozni, ugye van 3 pontosunk a gyomlálót, szóval akkor nem fogunk kettőször fordulni. Keskeny gumik kellenek. Kell egy ilyen dolog nekünk. Hát, ilyenekre kell, úgy látom, egy kicsit fordítani pénzt és időt. Nagyon jó, tetszik, jó. Meg akkor jó kombányt csinálja szépen. Hát, amire megcsinálunk mindent, arra ugye már lehet is. Akkor az első nevelkedés fázisba ki kell gyomlálnunk. Csak az első növekedés fázisba tudsz gyomlálni. Azt írják legalábbis, ugye. Valószínűleg a segítség azért jól megvan oldva. Ezekre meg keskeny gumikat kell rakni, hogy minden kevesebbet tiporjon ki. És akkor gyakorlatilag, hogyha mindent megcsinál, plusz 65% növekedést, és hogyha meg ugye 35% ha elhanyagoltam volna, tehát akkor gyakorlatilag dupla termény tudsz lehozni egy földről, hogyha foglalkozol vele, és nem csak húj bele Balázs magyára csinálod. Úgyhogy a mai rész címe az valószínűleg a finomítás, termés növekedés címszó alatt fog kibontakozni. Várjál. Jó. Aztor akkor... Várjál van. Konfigurálás. Keskeny gumik plusz 5 az jó. Igen. Oké. És akkor jöhet ez is.
Ennyi van, előkeskedni gombi. Jó. Konfigurálás. Igen. 1000-be került. 1500-ba került mind a kettő gépen, szóval volt egy nagy kaland. Jó. Azért nem mindegy, hogy mennyit taposunk ki, ugye? Ugye a izébe is, Farming Simulator 17-ben is már lehetett keskeny gumikat némely traktorra rakni, de az értelme az nulla volt, mert ugye hogyha nem raktad be módkét, akkor nem volt letaposás. Szóval... És tudjátok miért ez a keskeny új, mint hogyha jobban gyorsulna? Eszméletlen jól megy. Ez mondjuk igaz is, ugye nem véletlenül például az i3-asoknak az elején, az új BMW i3-asnak egy ilyen biciklőgumiszerű szar, mert ugye kevesebb a súrlódás. Jó. Megy ez mint az ágyba szarás, nagyon fasza. Örülünk. Nagyon-nagyon tudja, jó lesz ez. Én remélem, hogy jó lesz ez. Nagyon jó hozamot fogok ugye produkálni. Alig várom, belepörgessük az időbe, és akkor egy növekedés fázis menjen. Azért nem akarok belepörgetni most, amíg félig van a föld, mert akkor így tökörészéses lehetne a projekt. Remélem, hogy a... hogy is hívják? A keréknek a nyomtáv az megfelelő kérgépnek, és nem taposok ki ugyanúgy mindent. Azt nézem, hogy megindíthatom-e. Megint utol fogja érni, szóval inkább akkor csinálunk egy olyat, hogy leürítünk, és akkor utána indítjuk meg. Hát, de lehet, hogy megindítom, azt akkor kevesebb bizonyban. Szűzműz van bele. Indítsuk meg a melóst. Johnny-t megindítom fölfele, hadd menjen. Inni. Szépen. Kiugrunk. Jó, hadd gyerek és hagyj. Hagyj tapossa, oda nézzé. Jó, el is rendezte. Menjünk a izé, menjünk üritteni kombányt, lefele jön pont ki, tudjuk. Egyébként már nincs sok vissza. Na nem ezzel üritjük. Első növekedés fázisban akkor csinálunk egy műtrágyázást és egy gyomlálást egymás után, és akkor utána már pörgethetjük is maximálisan az időt. Ugye? Az jó lesz nekünk. Oké, okay, ja, tényleg abszolút nincsen sok, már meg itt szűkül a föld, ahogy látjátok. Egyre rövidebb lesz. Itt rövidebb lesz ugye, ugye sarkainál. Sarka kata. Na nem hiszem, nem vagy fölötte. Oké, okay, megint egy eladást tudunk csinálni. Nem sokat költöttük, még mindig, ha megfigyelitek. Ó, várjátok, valamit nem hoztam el a boltból, mi? Jó gondoljuk. Megvettük azt egyáltalán? Nézzük meg, hogy ott van-e a boltban. Meg se vettem a izét. Nem volt annyi pénzem, mi? Elnézést. Mindegy, mindenképp ugye megyünk eladni. Aztán akkor lesz. Ja, nem volt annyi pénzem szerintem, álljatok meg. És most már megy tovább a melós? Aj, de örülök neki. Hol van, gyomlálók. Igen, 45 ezer és nem volt annyi pénzem. Nem baj, ezt eladjuk. És akkor már is lesz annyi pénzünk, és akkor le tudunk menni a gyomlálóért. Hát, ezt benéztem. Biztos írtátok, hogy jó, hülye volt a képer. Kicsit gyorsan nyomom aztán. Belekeveredek néha. Ó, hatalmas ez a föld, nagyon jó vétel volt a hetes. Rengeteg pénz visszahoz. Meg ugye lehet rajta dolgozni bőven. Viszont most gyomos volt a föld, így 20% mínuszt kaptunk. Ha jól emlékszem, 20% mínuszt kaptunk érte. Szóval 20%-a több lett volna, hogyha nem gyomos. A következő résznél a hozamot jobban meg fogjuk csinálni.
jobb hozamunk lesz. Na jó a hozam, hogyha jó sokat csinálsz, mert azért nem mindegy, hogy mit tudom én, kétszer kell megmunkálnod teljesen egy földet, vagy pedig egy megmunkálással lehozol belőle annyit, mint hogyha kétszer munkáltad volna, meg kétszer alattad volna, meg vetetted volna el. Ez a srácok. 31 000. Mehetünk vissza. És megyünk akkor a izéért. Megyünk a gyomlálóért. Valami 110 lóerős traktor elég neki, ezért érdemes ezt a fentet 150 lóerővel megvenni, mert különben nagyon hasznos kis jármű. Ezt a pautot lehet, hogy itt is hagyom, aztán már viharzunk is le a izébe. Hát ezt hol tud beraktam, mi? Lehet. Majd meglátjuk. Figyelünk rá. Már viharzunk is le a boltba. Merre kell mennem? Ah, jobbra, jó. És hozzuk el a izét, a gyomlálót. A gyomlálót szerintem permetezéssel is ugye ki lehetne esetleg váltani, de nem is tudom hány méteres, tök jó az a gyomláló, akkor csináljuk már azt. Tényleg nem az a cél, hogy teljesen lebutítsuk a játékot. Elég jó butítást például az, hogy egyből vetünk, meg egy tudom én mit csinálunk. Tárcsázunk egybe, úgyhogy kultiválunk, meg ugye szántás se kell neki, meg semmi. Egyből ugye belevakja a földbe. De mondom, az nagyon figyeljetek, hogy igaz, hogy kiírja, hogy szántás nem kell neki, de hogyha kiírja az időszakos szántást, akkor érdemes minden szántani, mert ugye akkor hozamveszteséget fogsz kapni. Hiába. Hiába tudod elvetni, elültetni a terményeket. Elülteti, megnő minden, csak viszont kevesebbet fogsz kapni belőle. Jó, oké. Gyomláló, ez 12 és fő, 15 és egész 15 méteres, úristen, hát ez egy hatalmas gyomláló. Úgyhogy ezzel nem lesz gond. Egyébként mondom, ez úgy van, hogy ezt föl tudom én csipni az elejére is, hogy ezért jó egyébként a izé a olyan traktor, aminek van első. Hát jöttök, el is föl tudja kapni. Most nem azért, hogy így akarod használni, hanem gyakorlatilag tudod szállítani az eszközöket így is. Úgyhogy már küldhetjük is, mehetünk haza. És ezzel a traktorral ezt meg is tudjuk csinálni, ezeket a kisebb munkákat, hogy nagyobb munkákat ugye meg tudja csinálni a nagy Johnny. Nagy Johnny, hát viszont kicsi Johnny, de azért nem olyan rossz. Ez nagyon fürge ez a traktor, nagyon szeretem, egy fennel döngetünk most is. Kíváncsi leszek ezzel a gyomlálásra, ezt még soha nem csináltam a játékba, úgyhogy ez megint egy ilyen teszt dolog lesz. Gondolom, lehet, hogy ti is kíváncsiak vagytok rá, nagyon nem szokták ezt csinálni szerintem, se videósok, se úgy az átlag. Lepermetezik az csá, gondolom akkor is ugye nem lesz gyomos. Uj. Ez majdnem felborított minket. Ezért egy kicsit kisodródtunk a kanyarba, viszont nem tudom, hogy a segítő van, nem elakadt el. A D segítő az ott ácsorog, úgyhogy valószínű, hogy igen. Belekeveredett, ugye megfordítom. Nem is baj egyébként, hogy kicsit nyert előnyt ugye a másik. Na, elindulsz? Jó. Menjünk a kombájnba? Mindjárt üríthetek megint. Annyi pénzük lesz, mint a pejva. Komplett gépparkunk megvan. Gyakorlatilag olyan gépparkunk van, ami mindenre alkalmas. Úgymond, itt ezt tudom csinálni, ezt a vetést, aratást, trágyázást, gyomlálást. És egyébként az tök jó lenne, hogyha gyomlálod és nem permetezed, akkor így a biónak számítana és többet kapnál. Jó, hát küzénk az nincsen. Minek nevezzenek? Épületek, semmilyen épületem nincs. Majd fogunk azt is venni, nem fontos.
Igazából nem hoz pénzt, értitek? Vesz az épületet 100 000-ért, ezt költ másra, mert igazából azzal nem fogsz pénzt keresni pluszot. Megnézem, mi a szituáció. Itt nem, nagyon nem sok van vissza. Nagyon-nagyon kevés. Úgyhogy ez mindenképpen akkor ez így jó lesz nekünk. Jó, hát ürítésnek kellene rámenni. Megint fölér akkor a kombiné, és akkor ott fönt leürítjük. Ja, fönt leürítjük, srácok. Jaj, nagyon-nagyon szeretem, tetszik minden. Jól állunk, jól dolgozunk, finoman, precízen, ahogy kell, megállás nélkül megy minden munka folyamat. Nincsen lacafaca. Ja, összeszántás dolog. Egyelőre nem fogok azzal vesződni, hogy én itt szántogassak, rettenetesen sok időt elég. Ugye például itt a két föld végét jobban mondva azt össze tudnám szántani, vagy nagyobbra tudnám szántani. Nem akarok azzal vesződni egyáltalán. Esetleg, hogyha itt például meg lenne a következő föld, azzal egybe szántani, de hát annak se sok értelme van. Nagyon jó kihasználja a hetes föld az adottságokat, nagyon jó kitölti ezt a területet. Szinte majdnem a teljesen az útig, úgyhogy annyira túl sokat nem járnénk rajt. Ilyennél, mint a 6-os, 12-es esetleg nem tudom, össze tudjuk-e szántani, vagy hogy van ez megadva, hogy meddig ér. Nem tudjuk összeszántani, mert ugye a föld, látjátok, hogy az út az teljesen külön él. És úgyhogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, ha jól látom, szóval az bukta. Igazából úgyis a 6-osat fogjuk megmenni, ami gyakorlatilag szinte érinti. Egymás 438 ezerbe kerül, ha ma össze lehet kapni. Utána meg úgy gondoltam, hogy a 12-es 856-ért nem éri meg, hanem a 8-os 1 200 000 viszont nagyon megér. És akkor itt ez a három föld meg lenne. Ez a 12-es baromira nem éri meg a 856-ért, nem tudom miért olyan atom drága, de biztos igazuk van. Na, ürítsünk lefele menet egyet, azt szerintem már akkor be is fér abba a kombányba. Ja, egy nagyobb kombányra sírne a szemem. De viszont a nagyobb kombány helyett inkább lehet, hogy a föld. A földecske lenne jó. Na, tetszik. Ugye, nagyon fontos, hogy gondolkozz előre a játékba, mindig próbálj meg, ez mint egy sakkba, hogy minden lépésedet megpróbálod előre kigondolni, és így amikor már dolgozol, csinálod ezeket a lépéseket folyamatosan, akkor csak az egy dolog lassít, hogy nem azt fog lassítani, hogy kitaláld, hogy mit csináljál, hanem már csak akkor az lassít, hogy ezeket megvalósíts. Tehát most például az aratás, ugye meg kell várni, míg learatunk, meg kell várni, míg elvetti. Gyakorlatilag ez az egy hátráltató tényező van, a munka maga, és nem az, hogy éppen kitalált, hogy mit kellene, hogyan csinálni. És érdemes, ugye van időt ilyenkor előre gondolkozni. Van időd előre kitalálni, például van időnk előre kitalálni azt, hogy mit szeretnénk csinálni. Például ugye megvenni mondjuk a 6-os földet. És akkor ugye arra gyúrni. Kitalálhatod, hogy érdemes valamilyen géped venni. Előre ugye meg tudjuk nézni, hogy mit érdemes venni. Például most megnézhetjük addig a kombájnokat, hogy betakarító gépek. Ugye nekünk megvan ez a T560-as. Megnézhetjük, hogy mondjuk a következő Johnny az 390-ben, tehát egy 100-asot drágábban tudjuk eladni, vagyis megvenni. És az mit tud? Mennyivel nekünk lesz nekünk jobb? Azt érdemes megnézni. És a jó rá. Melyik jó még az üzé Johnny-ra? Heliantus 5700 és a 608C. Jaj, az más lesz, az üzé lesz, gyerekek. Az kukoricavágó lesz, ugye? 608C, ja. Viszont ez a Heliantus 5-6-os az hol van? Az meg mi a krák lesz? A 17-es. Aha, ez lesz az 5-es, igen. Akkor jó, nagyobbat nem nagyon lehet rárakni. 625C, így van. Jó, és akkor
Mondjuk egy igazán nagy, ami nagynak számít. A miénk az hány méteres? A miénk az egy 7,6 méteres. Hát ami minimum azért jó lenne, az egy 12 méteres, begondolkodjunk. Ami 12 méteres, az ha hát ez 13,7. 13,7, igen. Hát a nagy nyuszi 13,7-es, ez az S7900 vagy 790-es. Ezt megnézzük, melyik gépre jó, ha már New Hollandba. New Hollandba? Nem nyusziba, az izébe gondolkozunk. Johnnyba. Aha, erre jó lenne. 390-esre jó lenne, ugye? A 18 célről beszéltünk? Vajatok? Itt még elférnek, jó? A 18 célről beszéltünk? Azt meg akartam nézni. Az a legnagyobb? 645 FD. A 645 FD az mi a túróra, jó? Ó, traktor. Ó, nem az. Ah, jó, ja, erre jó. Igen. Jó, ez a ez a kombány, ez egy nagyon kajak. Hát igen, ez meg majdnem egy százassal több, nem nagyon méri meg, én ugye nem. Jó, erre kellene gyűjteni. El kéne cserélnünk a kombányt erre, meg akkor megvenni azt a nagy vágót, és akkor ugye az elég gyorsan tudnánk vele dolgozni. Itt viszont azt csináljuk, hogy ezt megint le kell állítanom. Igen, kombány cserét. Két opció lehet, vagy kell cserélünk, vagy pedig földet veszünk. Kombánycsere vagy földvétel, ez a kettő opció lesz. Na nézzük akkor, milyen ez a föld. Oké, gyom 0%, megtrágyázott 50%, növekedés nem megszik, szólja a babió. Nagyon tuti. Nem kell üríteni? Hát nagyon nem kell, úgyhogy még ráérünk. Igen, lehet, hogy akkor izére kellene gyűjteni. Lehet, a következő akció az lesz, hogy lecseréljük a nagy New Hollandra. Nézzük meg a teljesítmény arányokat azért itt. Ugye a vágóasztalok ugyanakkorák, de mégis azért. Nézzük meg, hogy mik vannak itt nekünk. Van itt egy ilyenünk. Azt nézem, és erre a DS900-as megy fel, nézzük meg a DS900-ast. Utálom, hogy így izé. Nem jó, nem jó, várja. Ez 12 méteres, úgyhogy valószínűleg. Igen, az csak 12 méteres. Jó, akkor az semmiképpen. Ezek már kisebbek, ez viszont az jó. 13,7 méter, és ezek a 13,7-esek a legnagyobbak minden egyiből. Igen, az a három van, a kész, a New Holland, meg a Johnny. És ugye, az a nagy kombájnak, ugye. Kész, a New Holland, meg a Johnny. Ja, hát akkor ugye ezek közül választhatsz, és abból a Nyuszi a legkisebb, vagy Nyuszi a Johnny a legkisebb. Szóval azt érdemes megvenni, mert 13,7-es vágóasztalal az már szépen nagyon jól elboldogul. Igen, az lesz a következő, akkor learatjuk ezt a földet, eladunk róla mindent. Nyomunk egy időpörgetést, learatjuk a következő földet. Úgyhogy megnyomlálunk minden, és akkor lecseréljük a kombájnunkat, az lesz a nagy John Deere-re, legnagyobb John Deere-re, és akkor ugye 13,7-es, ez meg nem is tudom mennyi volt, 9-es volt talán ez a vágóasztal, nézzük már meg. Hit 6-os, tehát gyakorlatilag mondhatni nem egészen, de majdnem dupla ekkora a vágóasztalunk. Szóval egy majdnem dupla ekkora vágóasztal, dupla ilyen gyorsan fogjuk learatni szinte a földecskét, ami nekünk baromi jó lesz, és igen, és akkor ez így most már, ez a legrosszabb pontja itt az egész projektnek. És általában úgy van ugye, most ugye például előre gondolkodtunk, ez egy nagyon fontos, hogy gondolt ki előre, mit akarsz csinálni. Kigondoltuk ugye, földet egyelőre ne vegyünk, mert nagyon sokáig munkáljuk meg, nagyon sok idő
elkészíteni, és ugye úgy értem a megmunkálást, hogy az egész folyamat lassú. És ennek a folyamatnak a leggyengébb pontja most, mi? A kombány. Arra kell legtöbbet várnunk. Úgyhogy azt érdemes lecserélni. Ugye szokták mondani, a számítógéped olyan gyors, mint a leglassabb alkatrész benne. Mert mondjuk hiába van egy baromi jó processzorod, ha egy nagyon alap videókártyád van, akkor igazából olyan gyors a számítógéped, mint az a videókártya, hogyha játékról beszélünk, ugye. Vagy pedig ha fordítva, hiába van egy 1080-asod videókártyába, ha mondjuk egy Intel Pentium 4-es processzor van mellette. Érted? Az a legrosszabb. Ez a leggyengébb pont, az fogja vissza. Mindig egy a legrosszabb keresztmetszetet kell kicserélni jobbra, és akkor fog gyorsulni. Most például a vetőgépünket hiába cserélem gyorsabbra, akkor nem fog akkor se gyorsabb lenni a folyamat, mivel ugyanúgy várnia kell, ugye a kombányra. Remélem, hogy érthető voltam, úgyhogy ezt mindig érdemes végig gondolni. Mi az, ami a legrosszabb? Mi az, ami a legrosszabb az egész folyamatban? Azt kell kicserélni egy nagyobbra, egy nagyobb keresztmetszetre, úgymond, ami gyorsabban ugye dolgozza fel a dolgokat, például a számítógépnél az adatfolyamot, a mezőgazdaságnál meg ugye a munkát. Szóval ez van. Jó, jöhetünk a trakival. Úgy látom, hogy megint izé lesz. Forrulni fogunk. Hát a bérköltség az nem volt olcsó. Jó, 21 ezerünk van. Ugye ebből még le fog jönni egy fullpot, az tuti, meg még egy kicsi. Az azt jelenti, hogy egy ilyen, föl fogunk menni, 60, egy olyan 60 ezerre biztos. A következő körbe le fog jönni róla, teljesen 100%-os minden lesz, akkor szerintem le fog jönni róla egy 150 ezerre, és ebből már meg is tudjuk venni a kombájnunkat. Úgyhogy ez egy egész jó kis folyamat lesz. Na, ezt elég hamar le fogja maradni, mert tényleg már egyre rövidebb, de látjátok, hogy mekkora hatalmas föld ez. És ide mindenképp ilyen nagyobb gépek kellettek, mert különben szoptunk volna, mint a torkos. Tudjátok kicsoda. Leürítjük, misszük eladásra. Ugye pont itt van egyébként a sarkon, látjátok, most már nem kell sokat menni hozzá. Nyomunk egy hátra arcot, aztán már be is vittük. Igen, ez a hátráltató tényező gyakorlatilag, ez a kombájn, ami baromi lassú. De ugye legelején nem tudtuk volna megvenni a nagyobbat, ugye most már azért elég sokat, sok pénzt keresgettünk. Jó, el is viszem, és a következő akkor már simán bele fog férni. A időpörgetés előtt kell mindenképp eladni az összes szemet, az összes terményt, mert ugye lefele megy a Gunbona elevatorbe, lefele megy az ár, úgyhogy nem lenne jó, hogyha azt még most letornáztánk és úgy adnánk el. Úgyhogy időpörgetés az nuku. Most még egyelőre szerintem tartja magát. Igen, 99 volt, lejjebb ment 73-ra, szóval egy picit még zuhant is. De ugye így, hogy normál időben megyünk, így nem annyira sokat veszít. Nagyon jó az a föld, jó az elhelyezkedése, jó nagy, jó volt az árérték arány. Úgyhogy ez egy érdemes volt ezt megvásárolnunk. És ezt a Pentet, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, ezt a 315C-t. Igen, és 315C-nek írja még azt is, hogyha a motort kicseréltük benne, jaj de jó, tetszik. Ugye nem, a címke is megváltozott rajta, mert abban nem 315C, csak egy 315-ös motort választottuk hozzá. Nem 515-ös motort választottuk hozzá, nem egy 512-ös, vagy mi volt az alapmotorja. És megváltozott még a izé is. A címke is rajta, tök jó. Jó, most látszik, ez bele fog férni, úgyhogy ezt szerintem a föld... Jaj! Ezt majdnem kitapostuk. Föld alján már meg lerakom a pótkocsit, ezt majd a szépen meg fogja üríteni. Megindítom most már a vetőgépet, hát csak nem fogja utolérni magát. Nagyon kell az a nagyobb kombány. És itt terült ki ezen a földön, ugye nem is gondoltuk volna, hogy ennyire dominál, hogy kell egy nagyobb kombány. Nagyobb kombány kell, minél előbb, gyerekek.
Csak az a baj, még egyelőre nem fogom tudni megvenni, bár elvihetjük a kombányt, megnézhetjük, hogy mennyit kapunk érte. Megnézzük, hogy nem meg fog kijönni ugye az árkülönbség. Nézzük meg, mennyibe kerül nekünk ez a kombány. Ugye most van egy kis időnk, hát induljon a vető, és akkor utána megnézzük, hogy ez kombány, ez mennyibe fáj. És hogy esetleg nem tudunk kihozni még egyet. Viszont kell tartalékpénz, ugye hitel van felvéve. Meg még ráadásul ugye, hogyha munkásra dolgoztatunk, akkor meg mindenképpen amúgy kellenek magok. Szóval nem szabad azt megcsinálni, hogy lenullázzuk magunkat, mert akkor ugye nem fogunk tudni venni dolgokat. Nem fogunk munkásra dolgoztatni, és az nem kellemetlen fog lenni. Jó. Na nézzük már meg, mennyibe kerül az. Összeszámoljuk, aztán akkor mindjárt kikalkuláljuk, hogy a kb. Mennyibe fog ez nekünk fájni. Azt mondja, hogy... Anató szerkezetek, ugye nekem ez a nagy, az azt mondja 89.000, 90.000, jó, 90.000 meg, 90.000 meg 3.90, az 4.80. 480.000 forint, vagy euró kell, 480.000 euró, nézzük meg, ami nekünk van, az 285.000 plusz, plusz 49.000, az csak 320.000 körül, meg még bukunk is fog rajta, 280.000-be fogunk kb. Kapni érte, hogyha nagyon mázling van mindenért, 280 körül, ja. És akkor mennyit mondtuk, mennyi kell? 480? Ugye 480-at mondtunk. Ja, 480 körül. Úgyhogy akkor 200.000-nek kell lenni benne a zsákba, ahhoz, hogy ugye cserét meg tudjunk oldani. Igen, annyira kell lenni ennek a zsákba. Hát most föl fogjuk tornászni ezt, szerintem egy olyan 80.000-re, a következő körbe, igen, a következő körbe biztos, hogy meg lesz, nem fogunk nagyon költeni semmire addig. A következő körbe meg lesz a nagy kombány, és akkor utána a következő lépés az mindenképp a földvásárlás lesz. Előre is rohanhatunk egy picit gondolatba, hogy mi lesz a következő. Hát a hetes földecske. Nézzük meg, ilyenkor érdemes mindig rámenni erre, hogy mi kell neki, megtrágyázott a tír, ugye, egyes lépésbe látod, ugye majd a kettes is kell, és a gyom az nincsen, szántás nem igényel, mészedés nem kell, ezeket majd fog kelleni, úgyhogy ezeket érdemes mindig figyelni. Na, akkor milyen földet fogunk vásárolni, ugye, hetes megvan, én a hatost azt mondom, mennyibe kerül? 438.000, nézzük meg a négyes, 800, 810.000, 6-os 400.000, ezt nem értem, hogy 850.000 ez a föld, de jó van. A 8-os érdemesebb lenne, csak rengeteg izébe kellő pénzbe, 1,2 millába, viszont a 8-os ez borzalmasan nagy. Nézzük ezt, ez is 495.000, nagyon drága, nagyon nem éri meg. Nézzük, 495.000, most akkor a 6-os az meg 438, és... A földterület az szerintem még nagyobb is rajta. Valószínűleg ilyen 6-os, 438-06-os meg fogjuk venni. És esetleg akkor majd egy kicsit többet költünk. Hát ezt viszont 850-re nem veszem meg, inkább ezt 1-2-ért. Úgyhogy a 6-os után valószínűleg a 8-os lesz. Ja, oké. Okay. Jó van, srácok. Nagyon fasza. Na jó, most látszok, tudjátok, mert elbúcsúzom, megvárom, hogy learassa ezt a maradékot, nem fogok semmi más csinálni, hogy csak annyi, hogy a gépi melósok végezzenek, és akkor onnan folytatás következik. Még mindig akar... Mi akarályoz, tesó? Ja, nem ért el addig, jó, mindjárt akkor elindítom itt. Ugye nem érzékelte a földet, mert itt egy kicsit olyan furán van megoldva. Jó, elbúcsúzom, köszönöm szépen a segítséget, vagy az itt létet. Igen, és az is ott lekotkodált. Visszafordít, nem kotkodált le, jó. Jó, akkor tényleg az lesz következő részben. Valószínűleg ugye már gyomlálunk, trágyázunk, és várjuk akkor a növekedést, és összeszedünk egy kis pénzt arra, hogy legyen meg nekünk a... Tudjátok micsoda. Na, jó van, köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek, csúmi csöööö!